Kezdjük pragmatikus alapon. Most milyen fertőzöttségi adatokat és tendenciákat látnak az országban, mert hogy ugye a napi adatközlés az megszűnt, úgyhogy viszonylag keveset tudunk most a számokról. Valóban korábban áttértünk a napi adatközlésről a heti adatközlésre, hiszen kevés számú fertőzöttet regisztráltunk, egy nyugvó pontra helyeződött a járvány egészen a 23. hétig. Aztán azt láttuk, hogy Európa szerte is, és Magyarországon is elkezdett nőni az esetszám, egyre több pozitív esetet regisztráltunk, és ez az emelkedés exponenciális jellegű, ami azt jelenti, hogy a 23. héttől hétről hétre egyre nagyobb arányban rögzítünk fertőzötteket. Először ez a heti emelkedés még csak 20, majd 56, 53, 72%-os volt, tehát egyértelműen fokozódik a fertőzötteknek a száma. Az elmúlt héten 8036 új fertőzöttet regisztráltunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy ha ez az exponenciális jelleg tovább tart, akkor valószínűleg Magyarországon is egy emelkedő számra kell felkészülnünk. Ezt már nevezni ön szakmai szempontból hatodik hullámnak? Bár egyébként úgy tudom, hogy a szakma ezeket a hullám kifejezéseket amúgy sem különösebben kedvelte. Hát ez így van. Tulajdonképpen minket a fertőzöttek dinamikája, magának a lefolyása, a fertőződésnek a jellege, a száma, és azért mondok dinamikát, mert egy-egy fertőzött esetnek a gyógyulási hajlama, a betegségnek a kimenetele az, ami elsősorban foglalkoztat, hiszen mind az egészségügyi ellátórendszernek erre kell felkészülnie, a diagnosztikának, a laboratóriumoknak és a terápiának egyaránt. Tehát azért is foglalkozunk elsősorban azokkal a járványügyi adatokkal, amelyek ilyen szempontból egy preventív jellegűek és prediktív jellegűek, tehát egy előre jósló jelleget próbálunk meghatározni annak érdekében, hogy felkészüljünk, illetve a fertőzéseknek a terjedését lassítsuk, megakadályozzuk, hiszen ez is nagyon fontos, akkor is, ha fertőződünk, ne egyszerre nagy számú beteg legyen az országban, az egészségügyi ellátórendszernek a terhelése is egy lényeges szempont. Nézzük meg, hogy most milyen variánsok dominánsak a Magyarországon. Én már nem nagyon tudom követni ezeket az Omikron kódjeleket, úgyhogy leginkább arra lennék kíváncsi, hogy van-e ezek között olyan, ami potenciálisan veszélyt jelenthet? Most Magyarországon 100%-ban az Omikron variáns van jelen. Azonban az Omikron variánson belül is számos egyéb típust különböztetnek meg, és mindig egy-egy variáns, egy-egy különböző eltérő forma okoz jellemzően egy-egy ugrást a fertőzöttek számában. Európában azt láttuk, főképpen Portugáliában voltunk ennek szemtanúi, hogy átvette az uralkodó szerepet a BA4-5-ös variáns, és ezért ugrott meg a fertőzötteknek a száma. Amikor a vírus egy picit változik, akkor mindig van egy növekedés, egy esetszám növekedés, hiszen ezzel szemben kevésbé vagyunk védettek, mint a már lezajlott típusokkal szemben. Úgyhogy most Magyarországon pedig az a helyzet, hogy még mindig legjelentősebb mértékben, tehát közel 90%-ban a BA2-es típus dominál, de még jelen van az 1-es is, illetve 4-5%-ban a 4-es, 5-ös, tehát az, ami Európában már átvette az uralkodó szerepet. Valószínűleg erre kell nekünk is számítanunk. A betegség lezajlása szempontjából úgy tűnik, hogy nem mutatnak jelentősen eltérő klinikai tüneteket ezek a betegek. Tehát nem komolyabban zajlik a betegség, noha
a fertőző képessége minden variánsnak úgy tűnik, egyre inkább emelkedik. Tehát nagyon könnyen át tudjuk adni a betegséget, de a lezajlása, a lefolyása az hasonló az előző variánshoz képest. Pontosan ezért nagyon fontos az, hogy aki bármilyen tünetet észlel magán, ezek elsősorban felső légúti tünetek, de nagyon sokan panaszkodnak fejfájásra is, egy kis torokkaparásra, előfordulhat itt is magas láz. Ezek a tünetek jellemzően attól is függenek, hogy kit, milyen egészségi állapotban talál meg ez a vírus, tehát hogyha valamilyen alapbetegsége már eleve van, akkor nála súlyosabban zajlik a betegség. Hogyha ilyen tünetek vannak, akkor nagyon kérek mindenkit, hogy ne menjen közösségbe, hiszen könnyen átadhatja a betegséget, és forduljon orvoshoz. Vannak esetleg új COVID tünetek, vagy ezek a régiek maradtak, és most jelen pillanatban nincs semmi más, amire felkaphatnánk, vagy érdemes lenne felkapnunk a fejünket? Jellemzően alapvetően ugyanazokról a tünetekről számolnak be a betegek, tehát láz, izomfájdalom, ízületi fájdalom, torokfájás, esetleg gyengeség, tehát egy ilyen levertség, és amiről nagyobb mértékben beszámolnak, az a fejfájás, tehát egy általános gyengeség és fejfájás. Tehát ez is felkeltheti a gyanúját annak, hogy esetleg valaki az Omikron variánssal fertőződhetett. Hatékonyak-e az oltások itt az új Omikron variánsok ellen? Van-e szükség újraoltakozásra? Ugye azért már nagyon sokan, milliók oltották, vagy oltatták be magukat három alkalommal, és a gyerekeket kétszer is beoltották. Kell-e még több ennél most a jelen helyzetben ön szerint? Én úgy vélem, hogy azok, akik az alapimmunizálásban részesültek csupán, tehát két oltást vettek fel annak idején, feltétlenül szükségük van az emlékeztető harmadik oltásra. Tehát ezt tegyék meg, ezzel komplettálják tulajdonképpen az oltási sorozatot. Ugyanakkor, akik 60 éven aluliak, és egészségesek, semmi különös betegségük nincs, most nem tartom szükségesnek, hogy feltétlenül felvegyék az emlékeztető oltást, azaz, hogy a negyedik oltást, a második booster emlékeztető oltást. Viszont azok részére, akik 60 év felettiek, tekintettel arra, hogy nagyon emelkedik az esetszám, feltétlenül ajánlom, tehát 60 év felett különösebb betegség nélkül is, de 60 év alatt is azok részére, akik a sérülékeny csoportokba tartoznak. Ugyanazokról beszélünk, akikről korábban, tehát valamely krónikus megbetegedésük folytán, vagy egy immunállapot, egy gyengült immunállapotuk folytán esendőbbek, minden fertőzéssel szemben, nem csak a Covid-dal szemben. Ők vegyék fel a negyedik, azaz, hogy második emlékeztető oltást is. Van-e tervben szabályozott védekezés? Most lehet-e szükség újabb intézménybezárásokra? A jelen helyzetben hogyan látják ezt? Úgy látjuk, hogy jelen helyzetben ez még egyelőre általánosan nem szükséges. Ugyanakkor ne felejtsük el azokat az általános higiénés szabályokat, amelyeket saját magunk és az embertársaink védelmében be kell tartanunk. Én úgy vélem, hogy belső zárt terekben elsősorban a sérülékeny csoportok tegyék fel a maszkot, mert az mindenképpen a cseppfertőzéssel szemben megvédi őket, és főképpen azok, akik tüneteket észlelnek magukon, ha muszáj nekik esetleg egészségügyi ellátás igénybevétele céljából orvoshoz menni, akkor ők is tegyék fel a maszkot. Természetesen figyeljük a járványügyi helyzetet, folyamatosan követjük, és én abban bízom, hogy rendkívül korlátozó intézkedés bevezetése nem válik szükségessé a közeljövőben, de ezt természetesen nem tudom előre megjósolni.
igyekszünk az embereknek az életét nem megnehezíteni, nem bekorlátozni, hogy normálisan tudjunk a mindennapokban cselekedni és élni az életünket, ugyanakkor nagyon fontos, hogy az egyéni felelősségre helyezzük a hangsúlyt, tehát tartsuk be azokat a higiénés szabályokat, amit korábban már számos alkalommal elmondtunk. A kézhigiéne, a tüsszentés, köhögés etikettje, és egyébként meg a legeslegfontosabb, hogyha tünetet észlelünk, akkor ne menjünk közösségbe, és teszteltessük magunkat, hiszen a gyors tesztek, az antigén gyors tesztek is kiváló minőségűek, ugye rendkívül fejlődésen mentek át az elmúlt évben. Ha már erre rátért, akkor ugye volt egy olyan változata, ha jól emlékszem, ez a BA2-es, amire azt mondta a szakma, vagy legalábbis ezt lehetett olvasni a hírekben, hogy ezt még a teszteket is kicselezi. A jelenleg forgalomban lévő teszteket most nem tudja kicselezni ez az új Omikron változat, ami itt van Magyarországon? Az a tapasztalatunk, a Népegészségügyi Központban is ezt tapasztaljuk, hogy aki megerősítő vizsgálatra jön hozzánk tulajdonképpen, tehát PCR vizsgálattal is szeretné bizonyossá tenni a fertőzöttségét, és korábban elvégzett egy antigén gyors tesztet, akár a gyógyszertárban vásárolt self-tesztet, és az pozitív volt, minden esetben megerősítettük szinte kivétel nélkül PCR-ral, hogy valóban fertőzött. Tehát ezek a tesztek, ezek most már rendkívül jó minőségűek, és mi a PCR-ral igazából csak igazoltuk, validáltuk ennek a megfelelőségét.